Buongiorno, good morning, jó reggelt kívánok! 10 óra van, gyakorlatilag 1 perc múlva. Július 11 csütörtök. És live a Stelvio Pass Prátói oldaláról. This is 11th of July. 10 a.m. exactly. Welcome to the morning live from Passo dello Stelvio Prato side again. As usual. The road is still empty. The weather is perfect. What else you can wish for? Maybe good signal, ha? Huh? Tök üres az út még, nagyon jó az idő. Jó reggelt, sziasztok! Szevasz az igazi! Szia Bálint! Szia István! Gyertek csak, nézzétek, milyen jó idő van ma a passzon is. Mi folyik itt? Elengedi. Megfordul. Úgyné. Szia Edina, szia Laci! Szia, Zoli! Milyen idő van otthon itt? Itt is nyár lett szépen ezen a héten. Olyan 20 fok körül van, talán még napon egy kicsit melegebbnek is lehet érezni. Ilyenkor van igazán nagy baj azzal, hogy mit vegyen föl az ember, vagy mit vegyen le. Mert a nap az viszont brutálisan éget, nyilván nem fogom kitenni a kis bőrömet, mert rommá égetne a nap. Hú, milyen szép autó jön onnan fentről, ezt akkor innen inkább. Mit szóltok? Beállt ide egy másik platós autó, a markolót elvitték, a markolóval fölmentek, mert ott följebb beszakadt az út. Ez egy csodaszép merci. Oda nézd, de stílusos. Look at this amazing car. Super nice. Mercedes. Itt jön a másik nagy járgány. Zajlik az élet fönt a 4-es, 5-ös kanyar környékén, valahol be van szakadva az út, illetve a támfalval leszakadva, azt ott most bütykölik, viszik föl oda a matériát, úgy látom. Úgyni. Nincs is jobb, mint beszorulni egy ilyen teherautó mögé, de itt ebben az egyenesben azért ezt bőven le lehet húzni. Meg is teszik a motorosok, úgy jó van. Egy Ducati Desertix, ezt imádom. Szevasz Robike, István írott, hogy egyszer még szeretnék végigmenni rajta. Tedd fel a bakancs listára, aztán hajrá, hurrá, gyerünk! Nagyon szembesült még a nap, most még jobban be kellett ülnöm így az út közelében, mert ez a platós teherautó az egyszerűen még rondább. Ott a képben így meg legalább nem lóg bele. Nézzétek meg, hogy milyen csuda idő van. Good morning. Oh, that's a complicated name. I have no idea how to pronounce it. Iva, maybe Iva?
Liva. Én 50-es motorra szeretnék egyszer gurulni rajta, hogy legyen valami nehezítés. A legnehezebb abban, hogy hogy szerzel az 50-es motorodra rendszámot, ha csak nem újonnan veszed a boltból. Ugye kell a rendszám sajnos. Olaszországban is, meg Svájcban is. Jó reggelt, Jani! Hát így néz ki ma az ég. Hibátlan idő van, tényleg hibátlan idő, meg sem moccan a levegő, egy kicsit mozoghatna is, hogyha lehetne kettőt-hármat kivenni, akkor az egyik az az lenne, hogy mozogjon egy kicsit a levegő, a lábon meg itt be kell húzni, mert közel jönnek az autók, a kulacsomat azt még nem hoztam ide. Azt hittem, hogy motor olyan hangja volt. Ez az autó fordult vissza az előbb. Gondolkodik rajta, hogy most leerről fel, vagy felről le. Állj, állj, állj! Nem nagyon tetszik ez a hely, ahol most ülök, mert már mászkáltam reggel állandóan, hogy merre forogjak, honnan fotózzak, főleg így a reggeli napban, de még oda is fölmásztam arra a falra is, meg beálltam oda középre, onnan is lőttem jó pár sorozatot. Néztem, hogy most már ugye elolvadt a hó, és tavaly ide erre a sziklára fölbírtam mászni, de valami történt vele, és az a ülő rész, ahova tavaly fölnyomultam, ott valahogy eltűnt, lehet letört. Itt a tél folyamán ez a jó kis ilyen sziklaperem, ami lehetett ülni. És nézegethetjük, hogy ki hogy abszolválja ezt a kanyart, buszokat is fotózok-e. Hát itt csak a menetrend szerinti busz jár. Evaldis correct. Evaldis correct. Good, I will remember that. A menetrend szerinti busz lefotóztam az elején egyszer-kétszer, és akkor annyi úgy azért nagyjából elég is volt, de integetek nekik, meg ők is integetnek nekem. Szia, Robi! Ott is meleg van, nem el, mint hogy itt is meleg van, itt is meleg van ma. Igen, én most a pulcsit elő se vettem nyilván. Állj, állj, állj! Buongiorno! E una, e oggi una cira? Domani online nel sito curvafoto.com. That was all. I can say in Italian and probably it was completely wrong, but at least he understood it. I don't know, maybe he was asking something, is there a race today or anything like that. I did not get it. Ale, ale, ale! Jó reggelt kívánok! Bakancs listás hely nekem is biciklin. Szia Tamás! Biciklivel. Hát vágtam, hogy ezt szeretted volna mondani. Biztos, hogy biciklivel a legnagyobb kihívás ez az út. 21 kilométer hosszú, vagy 22 ez a Prato oldal a Stelvio passzon.
és 1800 méter szintkülönbséget kell legyőzni a Prátótól a csúcsig, azért az nem gyenge, van 48 hajtőkanyar benne, az se segít a bringásokon, itt azért ezekben a hajtőkanyarokban ők is elvesztik a ritmust, ugye itt megváltozik hirtelen az emelkedés, meg minden, úgyhogy ezek a dolgok nem segítenek, és akkor pont a legvégén van a leghorrorisztikusabb rész, ahol gyakorlatilag kanyar-kanyar hátán van. Tehát épp visszatekered a tempódat, amikor megijön egy hajtőkanyar, meg megijön egy hajtőkanyar, de hát gondolom éppen ezért szeretik, mert nagyon trükkös, nagyon nehezen kerékpározható út, biztos, hogy csak olyanoknak ajánlanám, akik nagyon benne vannak ebben. István marad a motornál, én is. Reggeltől estig csak föltolom. Szevasz Gáborom! Már megállt egy bringás reggel nálam, kérdeztem, hogy hol tart az időben, mennyi ideje jön. Run away from the bus! Bemenekültek a busz elől. Buongiorno! Allé, allé, allé! Na szóval megállt itt egy biciklis, és ő 2 óra 50 percet tekert Prátóból, és innen még ugye van 200 méter szintkülönbség, szerintem innen még azért egy 3-4 óra bringával. Végre egy Porsche, a fekete néz ki a legjobban a szembefényben, gyakorlatilag egy nagy fekete árnyék. Tegnap is képválogatás közben nézegettem itt a motorosokat, hogy kinek milyen ruházata, és hogy tényleg a 80%-a a motorosoknak fekete ruhát vesz. Ezen továbbra is egy kicsit fenn vagyok akadva, mert hát a fekete ruha, ahogy a képeken nem látszik, úgy egyszer nem látszik a való világban sem. És minden egyes alkalommal bosszankodok ezen egy sort, hogy miért árulnak vajon ilyen tömegben fekete ruhát, hogy igazából bemész egy boltba, és akkor fekete ruhát lehet kapni, meg fekete ruhát, meg feketét kisfehérrel, meg feketét kiszölddel. Állé, állé, állé! Buongiorno! Állé, állé, állé! Ebből lehet kifogyott az aksi, mert nagyon keményen lassan tekeri, pedig egy elektronyos bringa volt. Lefelé gurulni sokkal könnyebb, lefelé nem olyan kihívású, viszont jó nagyot lehet perecelni lefele, meg elmelegíteni a féket bringán. Ugye fekete nem piszkolja kell, olyan gyorsan lehet, azért választják a fekete ruhát. Hát mosogatni kell azokat a ruhákat, aztán nem lesz annak semmi baja egy-egy mosástól, fekete bukós is akarna, hogy még nehezebb legyen. Megdőlt a minap a Tesla vásárlókról kialakított véleményem, elkezdték venni a teslások is a képeket, úgyhogy most már nem spórolnak tovább a benzinen. Mit csinálsz itt a kanyarba, jön a kérdés. Fotókat készítek az elhaladó járművekről, motorosokról, bringásokról, autósokról. Ez a fő tevékenység, azt utána feltöltjük a otthon kanyarfotó.com néven ismert
honlapra, itt kurvafotó.com néven ismert honlapra. Ahonnan utána ezeket a képeket, mint egy szuvenírt meg tudják vásárolni azok, akik erre alattak el. Ezt otthon is csináljuk. Sokfelé. És egyre több felé szeretnénk csinálni. És miközben ezt csinálom, közben megy a live a telefonomról, hogy ti is együtt tudjátok velem nézni, hogy mi folyik itt ezekben a kanyarokban, milyen a forgalom, hány GS megy el egy nap, meg hány Porsche. Na és láttátok, hogy ez a GS Rider milyen szépen, szélesen tudta venni a kanyart, olyan szélesen vette, hogy még engem is meglepett. Van hely, miért ne venni szélesen, ne csapjátok le ti se a kanyart, ő is nagyon szépen vette. Még szerintem ő is. Hát olyan, mint egy nagy végtelenített fehér háttér most a hegy, annyira telibe süt még a nap, de jól néz ki. Kukkogós BMW. És ugye, amikor kattog a gép, meg dumálok, akkor szokásosan nem olvasok kommentet, de majd vissza görgetek, úgyhogy itt egy kis türelem kell ahhoz, hogyha föltesztek egy kérdést, akkor azt én el is tudjam olvasni. Jó reggelt, Viki! Edina írja még ugye a fekete ruházatra, hogy az olyan butaság. Vegyetek színes ruhát, jobban néz ki egyébként, jobban látszik. Ti is jobban fogtok mutatni benne. Egy óra, 9 perc Prátótól a csúcsig a bringás rekord. Azért az nem gyenge teljesítmény, a helyi riderünk szokásos reggeli körén ezzel a K1000, mi az? 1003-as? Most persze megegyezhetném a motorja nevét, ha már egyfolytában látom. Szól a Paradise City, a Guns N' Roses-tól rajta. Abból az időszakból, amikor még az Axl Rose tudott énekelni valamennyire. Na ez már régóta csikarta az orromat, ez a tüsszentés. Ilyenek itt előfordulnak velem. Ezeket a képeket megvásárolják tőlem, igen, nem tőlem, hanem a kanyarfotótól, vagy kurvafotó.com-tól, ahogy itt hívják, megvásárolják. Trükkös rendszámtakarás. Azon a motoron. Az első 10 mind 1 óra 20 perc alatt föltekert, az, mit tudom én, háromszoros sebesség, mint egy átlagos bicikli, amit itt tud produkálni. Elképesztő volt egyébként egyik nap, szerint az már live után volt, jött föl egy srác, nem is volt semmi szponzoros ruhába, sima, szürke, egyszínű bringás ruhába, fölfele olyat döntött, olyan tempót jött fölfele, hogy annyi időm nem volt, hogy kimondjam, hogy állé-állé, és már el is ment előttem. Szóval a profikat itt megnézni ebben az elképesztő, mert néztem Giro-t, ahogy tekernek föl a Stelvio Passra, nem is tudom már melyik évben, de direkt ezért néztem meg, hogy
hogy lássam, hogy hogy mennek föl a profik. Hát ez elképesztő, hogy hogy tudnak fölfele menni, mint hogyha ez semmi nem lenne. Kicsit átmozgok innen máshova, eldobom addig a székem, hogy ne legyen az útban. Na ezért rejtőzöm most ott, mert hogy ez a platós autó állt a markoló helyére. Nem félek, hogy a markoló el fog tűnni. Sajnos tartok tőle, hogy azzal jön majd vissza az emberünk, aztán kicseréli a platós teherautóra, és akkor itt marad a markoló megint. Pedig reggel egy halvány remény sugár fölcsillant, hogy elviszik a markolót. Végre egy szép GS. Ez a drága fényezés. Az a zöld. Az arany kerekekkel az plusz egy milla. Na most tudok kommenteket nézni. Volt már olyan, hogy majdnem elütöttek, mert valaki elnézte a kanyarodási ívet, engem még hál' Istennek nem, remélem ezt azért nem is fogják. Általában nem abba az irányba szoktak benézni valamit, amelyik irányban én ülök, hanem inkább itt középen szokott menni a ramazuri. Volt már Vespa, már reggel is, most ez föl se tűnt, hogy ment Vespa. De lehet, hogy csak Viki, ezt kéred a Matrix-tól, hogy most már jöjjenek a Vespák. Szia, Marci! Neked is fekete a motoros cuccod, Laci. Hát, ha majd teheted, és a következő cuccot, mikor vásárolod, akkor fontold meg a színeset, nézzek magad majd a tükörbe, a boltba, hogy mennyivel jobban mutat színesbe. És igen, ahogy Gábor is írja, a papagáj színű öltözék életet menthet. A feketének szerintem nem sok keresnivalója van a motoron. Nem azt mondom, hogy fekete cuccról, meg fekete motorról van, a Tripleback GS, meg nem tudom, lehet róla vagány fotókat csinálni, de motoron nagyon fontos az, hogy észrevegyenek, lássanak, így is annyi a vakegér, hogy ne adjunk már nekik még egy jó ürügyet, hogy miért nem látnak, miért nem vesznek észre. Én egyébként a motoromon is észreveszem, hogy amióta így föl van matricázva, ugye előtte sötétkék színű volt, hát sokkal jobban látnak, sőt, bámulnak az emberek itt is, a passzon is, meg mindenfelé. Ez pedig mind az bizonyítja, hogy így sokkal feltűnőbb, és ezzel sokkal biztonságosabb. Legalább legyen benne mondjuk egy ilyen narancscsík, látod, ami neki van, de már hátul is egész világos, és előről legyen minél feltűnőbb. Állé, állé, állé! Nézd, ilyen kis tökmag, hogy teker fölfele. Szerintem ki sincs purcamba. Csak úgy megy. Állé, 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 buongiorno! Ő meg sima cipőbe, az is kemény. Robituszin. Kamilla teát iszom most már napok óta, mert nem tudom, ez itt állandóan be van dugulva az orrom. Lehet, hogy a kis sporttól, amit a járművek vernek föl, a magasságtól fogalmam sincs. Mindig úgy kezdődik a élőadás előtt itt a utolsó felkészülés, hogy trombitálok itt ezerrel, hogy ne legyen ilyen orhangom, de nem segít semmit. Érdekes, mert megint ez a kell-e valami engedély, hogy itt fotózni tudj. Mondjad, Robi, miért érdekel téged ez az engedély dolog? Ezt meg szoktam kérdezni mindig, hogyha valaki neved magadra, hogyha valaki ilyeneket kérdez, hogy ez miért fontos kérdés, hogy kell-e valami engedély,
mondjad, mi jár a fejedben. Egy óra 15, 3 hét versenyzés után a Giron. Ilyenkor nehéz, jön egy motoros, átállunk a bringásra, úgy. És utána durrantok egyet még a motorosnak. Motoros vagy autós vagy inkább. Szerintem Erik, ez olyan jó kérdés, mert ez egy olyan téma, amit állandóan feszegetünk. Ez nem tudom, hogy ilyet, így ezt így el lehet-e dönteni. Állj, állj, állj! Vagy arra? Ember vagyok leginkább, aztán az, hogy milyen járműbe ülök, az nem definiál engem semmilyen szempontból. És ezt halálosan komolyan mondom, hogy amikor autót vezetek, pontosan ugyanúgy gondolkodom, mint amikor motort vezetek. Állj, állj, állj! Sőt, ha bicikliznék, akkor is pontosan ugyanúgy bicikliznék, ugyanazokkal a gondolatokkal a fejemben. Én szerintem nincs ilyen, hogy valaki motoros, meg autós, meg bringás. Ez a fogaras, ez Passo dello Stelvio, Olaszország. Bringák fékei hogy bírják a lefele menetet? Hát gondolom, jól föl vannak készítve, el lehet őket használni, meg melegíteni. Az garantált. Na majd kiderül, hogy ez a magaslati levegőtől van ez a ordugulásos történet. Ez most már így van, amióta itt vagyok, majd holnap éppen hazamegyek Magyarországra hétvégére, és akkor majd, hogyha ott elmúlik, akkor a magaslati levegőtől van, akkor szokjatok majd ti is hozzá, meg én is, hogy ez akkor így lesz. Állj, állj, állj! Hogy van a? Állj, állj! Nincsen meleg, itt ilyen 20 fokok vannak, úgyhogy egész jó. Azt mondja Robi, hogy ja, semmi, csak úgy megkérdeztem. Nem tudom, ez olyan érdekes, hogy ez miért érdekli az embereket. Tényleg neved magadra, csak most épp te kérdezted, azért mondom most épp neked. Hogy mit számít, hogyha kell, vagy mit számít, hogyha nem. Mi a különbség egy ilyen nézői oldalról szemlélve ezt a dolgot. Azt nem tudom. Ugye milyen idő van ott, hány fok van ott, ezt most mondtam, hogy 20-20 valahány, eléggé meleg van itt. Görkorival próbáltam, mert valaki görsivel szoktak fölfele jönni, ma is leelőztem még az Umbrail Passon egy görsízőt. Az is nagyon kemény. Na nézzétek meg a kilátást, aztán mindjárt majd félre rakom a kis mikrofont, és trombitálok egyet az orrommal, hát az valamit segít ezen a kialakult helyzeten, és akkor lehet tippelni, hogy ma milyen idő lesz a délután folyamán, ezek a felhők, ezek jönnek, mennek, mára nem mondott semmi esőt, de hát ez csak tényleg a jó Isten tudja, hogy fog-e ma esni, de lehet ott, hogy itt a hegyekben még őse. Ott valami robogó zümmög valahol, keményen. Az meg egy kis Tesla. Úgy, norvég Tesla. Egy jó alkalom szerintem. Oh.
aludni. Meg volt az oltrombitázás. Sos, hogy egyébként nincsen rajtam kabát, pillanat. Így a mikrofon elhelyezésem sem olyan egyszerű, mert a pólom valahogy nem akar ott maradni sehogy normális pozícióban, még szerencsé, hogy van rajtam ez a nyaksálacska. Na, ez egy Vespa lesz. Nem, a másik ad olyan hangot, de nem is látszódott, hogy jön. Ez egy Vespa szinte. Biztos, igen. Az igen. Fogy el a kettes. Ha? Na? Visszadobja egybe? Nem próbálja a kettest életbe tartani. Ha ennél lassabban menne, akkor már jönne. Egy kicsit ki kell öblögetni, úgy látom, ráfordult egy kicsit, de az is lehet, hogy ott megállt, ott van egy hófa. Ott megállt egyet pihentetni a hengert. Sírt szegény motor, az tény. Salutu, Valé. Hello, back to you as well from Passo della Stelvio. It's Thursday morning, awesome weather, light traffic, what else you can wish for? It's a perfect day for a perfect ride. Let's see now from here. Megnézzük ott a platossal a háttérben, hogy itt mit tudok megcsinálni innen, hogy ki tudjam hagyni a teherautót. Peti kérdezi, hogy mivel foglalkozom, fotókat készítek. Állj, állj, állj! Itt a Stelvio passzom meg sokfelé Magyarországon is. Utána feltöltünk a honlapra, így hívan molinozva a kanyar ott, ahol fotózunk. És akkor ezeket a képeket meg lehet vásárolni. Ugye megnézem, hogy ezen a ráncon tudok-e valamit állítani. Valahogy olyan ráncos kedvében van a molinó. Ezen nem is lehet állítani, ez mindig ráncos marad most. Elborom néha. Nagyon megnevettetsz, a kérdés, hogy mivel foglalkozok, fotózik, és általában a saját dolgával, hány méter magasan vagyok, 2545 méter magasan vagyok én most. Viki megírta szépen is, hogy mivel foglalkozom, köszönöm szépen. Milyen helyes tesóm, Armand, ez itt a Stelvio Pass, Olaszország, Svájc határában, az meg ott az Ortler velem szemben, az itt a legmagasabb egy, az 3905 méter magas, bazi magas. Szia, Almási 78, Csabi, két hét múlva itt vagytok, gyertek, ugye itt van az 50-es motorra, most indult el egyébként tovább, elfáradtak a lovak, szevasz villanymerc is. Föl fog jutni ő is, kicsit többet pihen, mint a bringások. Állj, állj, állj!
Az igen, rövid gatyában, öcsém. Nem? Itt a rövid gatyázásban a legeslegdurvább az, hogy hát biztos azért gondolta erre, és bekente magát 50-es faktorú krémmel, de itt borzalmasan durván le lehet égni. Egy ilyen rövid gatyás fölmenetben lekopik a bőre az embernek, annyira piros lesz. Ez a hortobágy, hűtőmágneses fotók is vannak, már hogy hűtőmágnesre nyomott fotók még nincsenek, de épp most alakul át nagyon a merchandise, hogy sokkal szélesebb kínálat legyen. Most a új szenzáció, ezek a Stelvio passzos matricák iszonyú jók vannak, sebb tapaszok is, meg minden a motorra. Állé, állé, állé! Dono! És most már sikerült megoldani ezt a postázási parát, ugye csomagárak voltak eddig, de ezt borítékba tudjuk feladni, és egyszer nem bírtuk átírni az olcsó postázásra, úgyhogy ez most már megoldódott. Magyarországon meg 2 euróért megy a matrica csomag, a posta költsége annyi, Európán belül pedig 10 euró. És most féláról lehet előrendelni a csomagokat, úgyhogy most érdemes kapkodni. Még szerintem egy pár hétig megy ez a féláros dolog, aztán utána megugrik hirtelen az ára normál ára, úgyhogy ha beszeretnél szerezni ilyen Stelvio passzos matricákat, akkor ez egy nagyon jó alkalom. A másik jó alkalom majd miután visszaérek a hétvége után, hogy megáll itt nálam a kanyarban, mert nálam is lesz matrica, az ilyen repi matrica, nyilván akkor nem kapsz egy egész csomagot, de egy-egy matricát fogsz tudni kapni, és föl tudod ragasztani a matrica falra, a dobozra, vagy bárhova, ahova szeretnéd. Most milyen az idő? Szia, Inci! Így, hogy most eltakarja egy felhő a napot, így nagyon-nagyon élvezem. A nap azért most eléggé durván sütött. De ilyen 20 fok van. Amikor jöttem föl, akkor a csúcson 12 fok volt, de azért az 8:30-kor volt, azóta már eltelt egy kis idő. Kettőt klikkeltem a mikrofonon negatív irányba, majd mondjátok meg, hogy így jobb lett, vagy rosszabb lett, hogyha, vagy van-e egyáltalán bármi különbség, lehet, hogy nem lesz semmi különbség, mert azt vettem észre, hogy eléggé betorzít, amikor nagyon hangos járművek mennek, azt ki kellene valahogy küszöbölni. Úgyhogy itt azért hegyekben nagyon-nagyon jó az idő, nem olyan, mint Magyarországon. Lútoni Toni. Volt ennek valami előzménye, és várja, melyet viszonttal kezdett. Szerintem vagy az nem jött át, vagy nem volt, hogy találkoztál kollégánkkal. Ő is nagyon jó fej volt. Mindenki nagyon jó fej a kanyarfotósok között. Valamennyire egyformák vagyunk, meg teljesen másmilyenek is, de mindegyikkel lehet dumcsizni. És itt a Stelvio passzon jelen pillanatban mindegyik őjük magyar. Janó, inkább majd megállsz nálam a matricáért, úgy nem lesz csomagod. Neked ugyanaz, gondolom ez a mikrofon. Ci vediamo Domenica. I won't be here on a weekend, but three of my colleagues will be. And they are taking photos as usual.
egyre rosszabbul áll az a molino, ezt megigazítom most már, mert ez tarthatatlan. Gotta fix the sign. Inni. Egy szokatlan típus a Stelvion. Melyet is ritkán lehet itt látni. Dia, te is kérdeztél valamit, azt se láttam. Lehet, hogy egyébként egy párat így kiszűr. A kérdések közül. Sityka, szevasz! Szuper, itt meg lehet főni Budapest, azon gondolkodom, hogy én is beizítom a kis paripámat. Vigyázzatok ebben a nagy kárinkulában, bármit csináltok, az ember agya nem pörög úgy, mint a normális időben. Tegnap én is itt, hát ezért jól megsütött a nap, itt egész nap ültem a napon, és tegnap valahogy nem jött felém felhő, ez most nagyon-nagyon kellemes, így olyan, mint bekapcsolták volna a légkondit rendesen, tehát most így hirtelen 18 fok körüli levegő fújdogál, ilyenekbe lehet jó megfázni. De lefele, ahogy mentem motorral, éreztem, hogy egy-két kanyart el is fékeztem, meg szóval olyan dolgokat csináltam, ami egyébként úgy nem jellemző rám, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a kárnikulában. Bármit csináltok, tompul a figyelem. Nézzétek közben ott szembe a hegyet, hogy milyen szép. Hétfőn kint leszek-e? Hétfőn még nem leszek kint. Sityka, a kollégáim itt lesznek természetesen, én még nem. Én szerdán leszek itt először újra, 99%, legalábbis most azt látom, hogy kedden fogok vissza kocsikázni. Lutoni Tony, annyi volt az előző, hogy kiugratunk hóembert építeni, és nem láttunk, akkor sejtem, autóval voltatok, mesélt rólatok a kollégám, hogy találkozott magyarokkal, akik hóembert építeni jöttek ki. Nagyon menő. Buongiorno, Fernández Bertegon, buongiorno. Csak köszöntél. Jó van, dia, szia. Zolinak megválaszoltátok, hogy ez a Paso de los Stelvio, this is Paso de los Stelvio, ladies and gentlemen, welcome to the morning live. You can check the weather, you can check the curve, you can check the traffic, you can decide that you want to go up or you don't want to go up, or you can just decide about that you want to put this road on your bucket list. I certainly recommend it for you to do it, because it's really something very special. And even if it seems very calm here, if you go up to the peak, it still feels like a festival every day. There is a lot of motorcycles on the top. This pass has two sides, as usual, otherwise they wouldn't call it pass, I guess. They would just call it the road. And the other side is a little bit more busy. This is a little bit more tricky. And quite a few people are afraid of this side. These curves are a lot more sharp than on the other side. Ale, ale, ale! But if you ever seen photos of Paso de los Stelvio, then it's always this side. Not our photos, obviously. We have four photographers on
on the whole road. I am the one on this side, on Prato side, and we have three more on the Bormio side. Actually, one photographer is on the Umbriail Pass, because you can go down to Switzerland from Passo della Stelvio as well, on Umbriail Pass. And what you see is how we work here in the curve. We have a Molino out, so they would know who photographed them. We have a competitor here on the pass as well, but our photos a lot better, and we are a lot more funny guys than they are. But feel free to compare it, and you will see that I was right. And this is the only one Stelvio Pass live every day. Except the next weekend we will have a pause in a live. I won't be here for the weekend. Nem jó a kocsitokban a klíma, az általában mindig akkor tolja össze magát, amikor a legnagyobb meleg van. Meddig vagyok itt? Már hogy ma, vagy hogy a szezonban? Én a szezonban itt vagyok augusztus legvégéig, 30-31. Majd meglátom, ez még nincs meg pontosan, hogy melyik nap indulok haza, majd ez előtte majd kialakul. Ennek is már forgott kicsit a hátsó kereke, már úgy értve, hogy kanyarodott. És amikor nem dumálok bele, akkor legalább lehet hallgatni a motorhangokat. Most már megjelentek ott az emberek is a teherautó árnyékában. Úgyhogy alakul az a selfie terasz. Állé, állé, állé! Buongiorno! Vespa! Így néznek rám, azt bírom, hogy néznek rám, látják, hogy itt van a fényképező, látják, hogy teljesen feléjük mutat, állandóan, folyamatosan, és akkor ott állnak és néznek. Tegnap is, ahogy válogattam a fotókat, voltak olyan képek, hogy így kiállt, mint a Rolls-Royce jel a motorháztetőből a bringás, vagy a nem tudom, a motoros, mindig általában valami nagyhasú ember áll oda be, és akkor ott így, hát nem tesz jót kifejezetten a képeknek, de arra meg jó, hogy nektek így megmutassam. Állé, állé, állé! Mondjuk a híradó kamerája elé is mindig beállnak. Szia, Niki! Nézzük csak a kommenteket. Na most elpattant, visszamegyek, ott tartottam, hogy szia Niki, ott igen. Vince fia, mert a kurva az azt jelenti olaszul, hogy kanyar. Nevetgélhetünk azon, hogy más-más nyelvek más-mást jelentenek, vagy hasonlít egy magyar szóra, ugye?
úgy látom téged, ez nagyon szórakoztatott. A Triumph itt minden, de jó ilyet látni. Igen, ezek a nehezek, mert ez már gondolom egy pár perce történt. GS-ből nagyon sokat látni, tessék, itt van hány darab. És akkor a végén egy Kawasaki anarchista. Meg egy Afrika Twin. Imádom, amikor nem jön senki, aztán jön egy vonat. Ugye a vonatot nem lehet annyira nagyon jó körbefotózni, de egymás hegyé hátán vannak, örülök, hogy elbírom őket kapni. Szia Zoli, szombaton délelőtt Kártekül Kul van terben, majd este küldöd a mailt. Jó, ez nagyon jó, hogy még ma jön ez, mert akkor még ma ki fogom rakni. Holnap úton leszek, holnap ez macerásabb lesz egy pár fokkal. Ők az útkarbantartók, alias közutasok itt. Úgyhogy menjetek holnap délelőtt Kártekulba, ott talán egy kicsit hűvösebb is lesz, mint Magyarországon. Mégiscsak alpesi környezet. Turista, negyed, Insta. Egy csöppet odébb ülök, csak itt egy kis kavics rugdosás, hogy a széklába jó legyen, így né. Így egy 3 centivel kevesebbet lóg bele a platós. Tíz motorból 8 AG-es. Naviki volt neked pár Vespa. A Vespások nagyon érzik, ma a Vespások mindig nagyon érzik. Ezeket a Vespákat ott lehet bérelni, nem ezek ilyen Vespa klubosok. Állandóan vonulnak valahova, oda nem ekkora terautó. Úgy. Ojoj. Meg ne ugorjon a szekér. Úgy. Most akkor mondjak valamit erre, vagy nem mondjak erre semmit. Megmutatom, hogy motoros vagyok. Leginkább. Aztán majd mindenki vonja le a konzekvenciákat. Hát, igen. Szemiterasz és mozgáskorlátozott WC. Ez biciklis verseny? Nem, de itt a Stelvio Passo minden nap olyan, mint hogyha egy biciklis verseny lenne. Valahova beleér az a gumi. Oda nézzetek. Így is föl lehet menni. Állé, állé, állé! Ott valami jó zene szólt.
kupos Porsche. Ez egy szép gép. Megjött megint a felhő, köszönjük szépen. Szimpatikus volt a GS, de amióta a live-okat nézem, nem vernék, az biztos. Én 900-est vennék, én továbbra is a 900-as GS-re hegyezem a gondolataimat. Az nekem nagyon tetszik, az azért tetszik, mert nekem ugye a 700-as tenere az nagyon bejövős típus, de az a 900-as meg pont annyival erősebb, hogy azzal már ketten is, meg csomagokkal is mindennel el lehet dinamikusan közlekedni. A 700-as azért ott vannak kompromisszumok benne, az mondjuk nyilván terepen meg sokkal királyabb. Allé, 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 daydreams. Majd Zoli, akkor megírod. Mit mondanak oda? Most nagyon elgördült. Délutára esőt mondanak. Hát délutára állandóan bejeleznek, ide is bejeleztek. Állé, állé, állé! Esőt tegnap délutára is, és egyáltalán nem volt semmi eső. Jó kis kanyar. Az üvegtigrisbe kicsit olyan, csak itt nincs büfé. Nyithatnánk itt egy büfét, és akkor tényleg üvegtigris hangulat lenne. Király, melód van, írott Tamás. Nem panaszkodom, jó az iroda. Az a futómű volt kinn, amire nem mondtam inkább semmit, csak úgy nyertem egy nagyot. Állé, állé, állé! Buongiorno! Prego! Állé, állé, állé! Aszfaltot súrolta az alja a busznak, sose ér hozzá ez a... Az az alja mindig úgy van kitalálva a busz, hogy egyszer nem ér le. Állé, állé, állé! Még ott tartunk, ahol a csajszik kim volt a tetőablakon. Gáborom írja, apu mondta, maminak jó felvételt csinálj, mász ki rendesen. Ott a fotós, mutasd meg magad! Hétszázas tenere tényleg jó, de én is a 900-as szavazok, csak BMW helyett Triumph Tigerben. Hát igen, ez a nehéz. Ez a nehéz. Kávét hogy iszod? Mert megyek majd 18-19. Csak úgy szimplán, minden cukor, minden túra nélkül, ismét megjött két kameraérzékeny ember. Nézzük, hogy mennyire érzékenyek. Lehet, hogy hozzám jönnek annyira. Szevasztok. Akkor jól sejtettem, néztem, hogy Gazi Dániel. Keresztes Lajos. Szia Gazi Dániel, bocsánat, hogy itt kesztyűben. Néztem, hogy két kameraérzékeny ember, nézzük mennyire kameraérzékenyek, de lehet, hogy hozzám jönnek. És akkor ezek szerint ez megy a live közben. Igen, láttam. Hogy... Na, hogy tetszik az út? Nagyon szép. Még szuszogtok, hallom. Ennyi sétáltó, hogy ki lehet furcanni, mi? Ja, jó egyébként, nagyon szép a környék. Úgyhogy két hét múlva próbáljuk ugyanakkor motorok is. Na, az izgi lesz. Úgyhogy reméljük jó időt. Hegylábra, völgylábra vigyázni, az hát kész. Szokásos. De most nem nagyon vannak Porsche-k, meg Ferrari, úgy látom. Hát várj egy kicsit, és majd mindjárt jönnek. Igen? Persze.
Hol Porsche-k már voltak, ma még Ferrari nem volt, de fönn majd ott érdemes körbenézni, fönn biztos nagyon. Hát elidőzünk ott egy kicsit, meg megnézzük azt a kolbászárust, amit... Igen, a baloldali, ahogy fölérsz, a baloldali faházikos, az nagyon jó. Nyugis nap van egyébként ma. Nyugis, ugye? Aha. Mi is találkoztam, hogy simán rájunk fel, de hogy meg is lepődtem. Alig volt, hogy mondom felfele. Igen. Na, lehet, hogy kicsit mennyi az idő, mert kicsit később talán bedurran. Na nem az órára tettem a 11 óra. Akkor majd biztos be fog még egy kicsit azért durranni, de egy csütörtök van. Oda néz. Ez milyen jó lehet, nem? Ez mi volt? Ez Hayabusára volt rátéve? Ez már meg is néztem. Kemény kis vas volt. Olyan Hayabusásnak néz ki. Jön még egy. Aha. Ott lejjebb a lenti kanyarba láttad? Hayabusa volt. Igen, megírták, hogy Hayabusa volt. Persze, ne viccelj, bátran. Jön még egy. És honnan jöttetek? Hova valósiak vagytok? Szeged. Szeged. Abszolút emlékszem, hogy írtál, de... Ő is felemelte. Úgy látszik, ezt nagyon könnyű is felemelni. Ja, hogy itt így ültem. Ha igen, az megvan. Igen, arra emlékszem. Miért bosszankodott? Nem sikerült. Az áldóját neki. Hát igen, mert ugye ott megy belül, az pedig ott belül nagyon meredek. És akkor ahhoz már húzni kell a gázt, annyi a titka. Jöttünk föl, jött egy kis lány föl autóval, valami kis autóval, de én szerintem rettegett az út közepén, ment nagyon lassan, és alig mert bekanyarodni, és látszott, hogy izzad, és... Hát aki tudod, aki először jár itt, az simán be tud ettől parázni, ettől az egész környezettől. Emlékszem, amikor először jártam itt, hát ez már iszonyú rég volt, és az Umbrépasszon jöttünk föl, és én is féltem az Umbrépasszon. Hát ezt meg kell szokni. Én is voltam fent, ráadásul esőbe, illetve eső után volt, tiszta víz volt minden, meg párra, nekem is egy furcsa volt, főleg az annak motorral tudom. Igen, ezt meg kell, ezt egyetlenül, de aztán utána hozzá lehet szokni, most már úgy megszoktam, pláne ott följebb van egy-kettő olyan rész, ahol nem ilyen magas a kő, kerítésen körülbelül ennek a fele, és ez olyan fura érzés, amikor hogy arra rákanyarodsz, hogy ez itt biztos, hogy nem tart meg. Tehát, hogyha ott lekoccolod, akkor biztos, hogy így pont átesel rajta majd. Főleg annak, aki ugye nem szokott motorozni a hegyvidéken, annak lehet, hogy barátság. Elé! De néhány nyár alatt. Úgy el lehet felejteni, hogy... Hát meg azokat az éveket kell használni, amit te is mondasz folyamatosan a live-okból. Igen. Nem szűken kell fordulni, se le se föl. Igen.
szélesebb. Nézd meg, milyen széles. Kérdezte valaki, hogy ez hány méter? Hát szerintem ez legalább 10 méter. Tehát, ha leteszünk ide három autót, ez tuti elfér egymás mellett három. Igen. Fönt szűkednek egy kicsit, de hát nem kell gyorsan. Mondjuk tök jó lenne ide egy-egy tükör oda a falra, az nagyon sokat segítene, hogyha beláthatnák. Igen, meg főleg autóval nem látni, de a motorral ugye magasabban vagy ott átlátni. Igen, meg autóval, hiába nézel vissza, a tető is kitakarja, meg... Lógó lábak éjszakája. Hát sokat lehet látni, egy kicsit bizonytalan lábakat, meg sok rutinus is van. Hát itt nagyon megmutatja magát inkább ez egy ilyen... Mert a Mátrában nem veszed észre, hogy ki a béna, meg ki nem. Szakadva a támfal egy pár napja, amikor volt ez az eső, akkor beszakadt, de csak egy kis szakaszon ott. Szerintem irányítgatnak, mert reggel is ott állt már a muksó, aztán... Ja, most is, és akkor meg ide. A teherautó az előbb megfogta az egészet. Jól van. Ami nem zavart. Nem zavartatok, nagyon örültem, hogy megálltatok. Lehet, hogy majd két hét múlva is már. Jó van, úgy legyen. Úgy legyen. Én jó is. Munkát kívánok. Köszönöm szépen. Vigyázzatok magatokra. Jó utat. Sziasztok. Na. Egy kicsit magatok beszélgethettetek. Most mindjárt visszakanyarodok. Állj! Görgetek majd vissza. Nagyon két szimpatikus apja, fia volt Szegedről. Oda néz. Nem bizány volt az elején, hanem duct tape, most, hogy közelebb jött. Látszod, hogy szét van duct tape-ezve az eleje, lehet, hogy az már valahol fölborult. Állj! Na hát kb. Eddig megyek vissza, mert szerintem ott ennél tovább nincs olyan értelme, mert nagyon gyönyörű szép idő van, 20 fok környékén, hogyha kisüt, akkor melegebb, ha elmegy, akkor kicsit hidegebb. Sunyi volt a BMW-s lába, gondolom, aki a bal oldalit lengette. A 636-os kavasz, meg az volt Gáborom, ugye, aki bosszankodott. Az egyébként egy aranyos mozdulat volt. Így is be lehet kanyarodni, látjátok? Meg így is ilyen karate pózban. Ez a Lidl-ös mez egyébként, ez tényleg passzol a motoromhoz, de hát veszek egyet. Nézd. Most már nagyon messzire elment. Ezt hívják egyenes kanyarnak, derékszögűnek. Buonasera Robert. How is it going? Elektromos futómű 1003GS. Nem létező ívek voltak. Hol vagy? Passo dello Stelvion vagyok. Olaszország. Bosszankodó zöld kava. 2545 méter magasan. This is Passo dello Stelvio in Italy.
Guys, it's a legendary Alpine pass in North Italy. In the Alps, obviously, close to the Swiss border. Nice color. And it goes up to 2,758 meters, which makes it the highest in Italy. Ez ugye 2,758 méter magasra megy föl, túladal még tök sok hó van. Bár most már azért koszolódik rendesen, ki is tettem tegnap egy videót róla, hogy megnézhessétek a túloldali havat, mert innen már eléggé eltűnt a hó erről a déli oldalról. Állj, állj, állj! Jön a busz. Még a bringásra odasoroztam előtte. Ez is ugrált biztos a gyújtás térkép miatt. Oly-oly. Ezért kell egymásra figyelni. Ha figyeltek egymásra, akkor ilyen elrontott ívekből se lesz nagyobb kalamajka. Ugye itt nincsen tempó, tehát itt gyorsan lehet navigálni jobbra-balra, amikor meglátjátok egymást. Amit tegnap éjszaka kiraktam videót, ott abban az látható, ahogy egy autó nagyon szélesen kezdte, és utána most esett le, hogy nagyon nehéz így fényképezőn keresztül megmondani, hogy melyik német rendszám, melyik magyar rendszám, ők álltak meg nálam ezelőbb. Róluk mondtam azt, hogy turista, benne van az Insta. Most mentek vissza, és akkor még az is rímbe ment. Jasper Stuyven, az hogy kell mondani, Didulmez, az jó lenne. Egy ilyen egy széljacki vagy egy esőkabát olyan volt. Esküszöm, megmérdem, hogy biztos van merchandise sztorjuk is. Mert mindig mondták, hogy Lidl-ös, miért mondják, hogy Lidl-ös? De ezek szerint azok mondták, hogy Lidl-ös, akik nézik a bringa versenyeket, és akkor onnan, akkor lehet, hogy otthon átragasztom a megfelelő pénz ellenében ezt a két logót Lidl-ös logóra, és akkor ez egy szponzorált motor tud lenni azonnal. Na majd fölhívom a Lidl-t valamelyiket. Állé, állé, állé! Magyarra! Szia, Zsolt! Gyönyörűséges Itália, Passo dello Stelvio, ezt nem győzöm elégszer bemondani, most Viki is leírta, úgyhogy így akkor én is kimondtam még egyszer. Jaj, de jól néz ki ez! Ez a recsegős, kipufogójú, hörgős Audi. Itt valamilyen sportautóval is jól lehet fölmenni. Például Ferrarival, hát Patrick Ferrarival kb. Mindenhol jól lehet fölmenni. Itt egyébként olyan autóval már nagyon jó fölmenni, amelyikben van Kraft, amelyik erős, és akkor már nagyon-nagyon jó érzés. Ugye itt főleg az erő kell a kocsiban, mert ezek a kanyarok, ezek lassú kanyarok, itt mindenképpen le kell fékezned, de utána meg ki kell gyorsítanod, és akkor jön elő az, hogy bika a kocsid, vagy nem bika a kocsid. Úgyhogy ilyen szempontból például egy SUV is nagyon jó móka, hogyha van benne Kraft, mert hogy nem kell attól félni, hogy itt a
kanyarba fölborulsz, mert 30-al biztos nem fogsz azzal se fölborulni. De ezek a kis Super 7-nek lehetnek a legkirályabbak szerintem. Ilyen szemiszlik gumival az olyan lehet, mint hogy a gokárta mennél föl. Apropó, gokártot még soha nem láttam itt fölmenni. Nem is értem, hogy miért nincsen gokárt. Néha itt egy ilyen Super Mario szedbe el tudnék képzelni a gokártot itt fölnyomulni. Plitvicén voltam múlt héten, az is nagyon szép. Tűjven. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Vannak, akik nagyon tekernek akciós áron. Ne is mondd, egy 500-as fiattal a maga 60 lóerejével kilóttunk Szicília szerpentinjein, de legalább az egy stílusos kiskocsi Raptor Ford szokott-e menni. Az a pickup Raptor Ford. Az a Raptor. Mi lett vajon azzal a kis motorral, amelyik a kanyar után fent félreállt, aztán hallottam utána pár percre elzümmögött tovább. Gokárt is a rendszám miatt nincs tuti. Hát itt már láttam olyan furcsa kvadokat, amik már gokárt, hogyha kormány lenne rajta, akkor már gokárt lenne. Szerintem egy, nem tartom kizártnak, hogy egy gokártot is le lehetne vizsgáztatni, olyan őrült eszközökkel közlekednek itt. Ez ugye itt nem a Mozaik utcába kell vinni vizsgára. Állj, állj, állj! Nekem például van egy drift trike-om, nem lenne olyan macerás azt is kihozni, meg úgy egyébként az egész nem lenne olyan macerás, akkor azt azért szívesen kipróbálnám, hogy az milyen lehet. Biztos összefélném magamat rajta. Pilisbe szoktunk vele menni ilyen erdészeti úton. Abban nincsen motor, tehát ezzel csak gurulni lehet, és PVC cső van a hátsó gokárt kerekein, és iszonyú széles maga a szerkezet, tehát nem borul föl. És mindenhol keresztbe lehet vele menni. Úgy jó mókának tartanám itt. Mindenit imádtam, Fiat 500-asnak motorján kívül ebből az egy abart csoda kis járgány lehet. Igen, a spukkogós Fiatnak hívom, ez nagyon menő, olyat én is elfogadnék, kabrióból kérném szépen. Very beautiful view. Enjoy it, that's the Ortler right in the front of me, that's the highest one in the area, it's 3905 meters, it's a gorgeous, gorgeous, huge mountain, it looks so scary on the top, that those snow walls, it's absolutely amazing. In the morning there is a waterfall right there, it's visible still, but the morning sun shines through it and it makes it very wide in the front of the dark gray rocks. Looks absolutely stunning. These are all super high mountains, way over 3000. And from this curve it's not visible, but there are two glaciers. One is in that valley, the other one is in this valley. When I go down to curve 15, then
those glaciers are visible, but if you check one of the latest posts, says look around from the curves or something like that, then you will see the view from the top, from curve 15, from this curve. I absolutely love it. This is the best office with the best view, probably. Allez, 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 allez! I'm the official cheerleader of bicycle riders. How is it going? You're dead. You doesn't look dead. You're smiling. You're not dead. Megpihent a bringás. Szia, csokoládé! Lancia Y 100 lóerős motorra, az vicces lehet tényleg. Éljenek a kígyók! Nagyon szépek ezek a klasszikus triumfok. Ali, ali, ali! Vagy anna! Van még a picture on Kalte Kull before you are from Wien, then this is your weekend. We will be there. This Saturday, first half of the day, they are saying that might be rain in the area in the afternoon, so this is why the first half of the day. Allez, allez, allez! I think from 11-ish or something, but I will put out a post on Facebook, on our Facebook channel, and here as well on TikTok and obviously on Instagram as well about the event, so go ahead. Allez, allez, allez! Get your photos from Kalte Kull, it's a beautiful place, I absolutely love it. And you are so lucky from Wien, it's so close from there. Műhaj a sisakra, Gerda a bringást majdnem elütötte, mert a műhaj így elviszi a figyelmet, ja. Nem tudom, ez ilyen lassú tempónál jó az a műhaj, de hogy mit csinál mondjuk egy 100-as tempónál a fejével a motorosnak, ugye amikor fölteszel egy sima GoPro-t a sisakodra, az is olyat nyom már rajta. Ez a kis ravasz tükör, ami föl van téve a sisakra, azt nagyon bírom a bringákon.
bizonytalanság, ők azok, akik mindig majdnem elütik a bringásokat, ezek a kuplungolósok, akik ennyire lelassul, az dobja már vissza egyesbe, és ezt a kuplungot azt itt engedjük el, csak húzni kell pusztán a gázt, tehát kagyar előtt egyes, aztán húzd a gázt. Milyen szépet döntött a Goldwing, végre jön vissza a kedvenc drága markolom. Nézd, milyen magas. És remélem, hogy nagyon közel állt a platóssa hozzá, hogy majd nem bír ennyire közel visszaállni. Sűrűcsém! Ez volt a minivanre ráírva, hogy bike tour experience a hátuljára, hát nem tudom, hogyha így kanyarodik, hogy ez milyen experience lehet. Gondolom, akkor sokat jár alpesi környezetbe, az akkor illene abszolválni úgy ezt a kanyart, hogy ne a kétharmadát foglalja el a sávnak. There you go! You're back on track! Ali, Ali, Ali! Goldwing, nagyon menő bakancsistádon van az is. Azt egy ilyen új Goldwingot már én is elfogadnék, az nekem is tetszik. Angyalok szoktak-e arra járni? Milyen angyalok? Na itt jön a kis panda. Erről azért lövök fotót, na annyira cuki. Úgy. 4x4-es pandát, ezt is elfogadnék egy ilyet. Hells Angels-re gondolt? Azt én nem tudom. Ugye a hátuljára biztos a mellényükre rá van írva, de hát most már azt ír be mindenki a mellényére, amit csak akar, nem? Na nézzük, mi folyik a völgyben. Mennyire laza, hogy ezt csak így leparkolja ide a traktort, aztán megy tovább a másikkal. Allez, allez, allez! Hey, ciao! Ciao, buongiorno! Na nézzünk egy kis kilátást. Ú, de sokan jönnek. Let's move back, a lot of motorcycles are coming, and that's not the right spot for me. Allez, allez, allez! Ne féljünk már nagyobb ívbe kanyarodni. Itt megnézi a többieket. Hát tudom, mi volt? Micsoda erős merci volt. És akkor, hogy felbővett a motorja. Allez, allez, allez! Pokol angyalai. Azt mondják, aki kipróbálja az új Goldwing valamelyik típusát, az meg is veszi. Hát van rá elég gempa, gondolom. Azért ez nem olcsó motor, mennyi most egy Goldwing, az iszonyú drága lehet.
nagyobb motoros klubok logóit kirakni kabátra a mai világban, már netes lehet, de hát tud képzelni, valaki megállítja, hogy figyelj már, hogy te klubtag vagy? A Hells Angels-ben klubtag vagy? Vagy mi ez a kabátodon ez a logó? Hogy lehet egyébként klubtagnak lenni ilyen izékben? A németek meg az osztrákok szeretik nagyon ezt a bőrmellényes izét, és akkor rávarják a címert a hátára, és akkor bőrmellény feszít a bármilyen menő motoros ruha fölött, mert látszik, hogy jó viseletes. Gondolom egyfajta ilyen büszkeség náluk. Én nem tartoztam sose egy ilyen motoros klubhoz, megcsináltuk a sajátunkat, de azt is csak poénból. Az a neve, hogy APMC. És szerintem hatan vagyunk benne. Óriási motoros klub. De ezek szerint akkor ne varjátok rá, hogy Hells Angels a kabátotokra, mert az illetlen dolog. Állé, állé, állé! Na és akkor itt volt egy jó példa arra, hogy egy bringás miért vesz így nagy évben, mert sokkal meredekebb volt középen, itt meg szépen ugyanezzel a pedárfordulattal elbír fordulni. Folyik a videózás. Hi. Ezek szerint magyar. Igen, szia. Hello, hello. Nem szavarot láttam, csak... És akkor gondoltad, hogy akkor hátam magyar hát, vagyok. Mondom, akkor már csak meg a kanyarfotó az is. Szia, Ádám vagyok. Gazi Dániel, szia. Egész hordával vagytok? Nem, én egyedül vagyok. Egyedül vagy? Abba bízva, hogy idén sikerül feljutni. Most már biztos? Ja. Most már szinte biztos. Mert hát már sokszor jártam erre. Tavaly is próbálkoztam, de egy hónappal korábban, akkor elvileg már nyitva volt, de mégsem, tetejét még nem tudták lerámolni. Igen, ez most is nagyon későn nyitott. Ja, mert idén is. Június 20. Aztán mondom most akkor. Most már tiéd az egész. Ja. Abszolút. Ja. De most még hál' Istennek nincsenek lehetsége. Nem, már nyugis, már tök nyugis nap van. Milyen motorral? Biztos valami magassal, mert magasnak. Én magas vagyok. GS-sel. Ja. Neked leér a lábad róla, jól van. Hát ezt ne rád szabták, szerintem. Hát jó, én szeretem, azt nagyon szeretem, azt a motort, nekem nagyon bejön. Az biztos, hogy nagyon jó motor. Nem is a motorral van a baj, hanem sok felhasználóval, aki GS-re ül. Hát ugye mindenki erről álmodik, mindenki GS-re szeretne válnom. Hogy jó, az egy nagy vakanszistás helyen. GS-sel meg pláne. Hát hogy a németek körében most már az otthoniak is eljönnek erre. És neked hogy tetszik az új 1003-as GS-a? Az új, az... Az a nagy szögletes, tudod? Ja, az Adventure vagy a az másik? Adventure, az Adventure. Az baromra tetszik. Tetszik neked is. Nekem is bejön, nekem hogy ilyen kretté lett a formája. Én ilyen kommenteket olvasgatom. Az emberek ki vannak ráakadva? Igen. Nem értem, mert a GS az nem adó, szóval szépen. Soha nem is volt szép. Hát igen. Soha nem is volt szép a GS. Hát a szépség az relatív. És... És csúnya volt az 1001 is, az 1150 is, mindegy csúnya volt, mégis vitték mind a cukrot. Igen. Ezt kurvan remélem. Igen. De ezek a németek... Ezt is majd megszokják, és viszik majd ezt is mind a cukrot. Hát meg majd kell is mindenkinek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor látjuk majd itt az elsőt. Majd jövőre már csak. Na, nagyon fura, hogy még átszázva se láttunk. Micsodát? Átszázva se láttunk GS-át itt. Ja, idén. Hát a...
Ugye a régivel mentem, azok, hát én dolgozom németeknél, és ott a BMW-ben dolgozom. Aha. És hát kezelhetőség, mint tudom én, sok, kicsit más, mint a régi volt, de nagyjából hasonló. Nem akarok ám zavarni a melóba. Nem zavarsz. Itt vagy egész nyáron vagy? Aha. Igen. Egész nyáron, igen. Csak itt laksz lenn valahol a bőle? Svájcban. Hol? Svájc. Svájcban? Aha. Csérf. Lemegyek az Umbrélen, minden nap motorozom egy jó fél órát föl, egy jó fél órát le. Igen. És akkor le tudják tölteni a képeket. Aha, és akkor délután válogatás. Hát négy kanyarfotós is van kint egyébként, minden négy magyar. Igen, én lent is láttam egy srácot. Az egy másik cég. Ja. Az a... Ja, és a kanyarfotótól vagytok itt? Aha, csak hát itt ugye nem kanyarfotónak hívnak minket, hanem kurva fotónak kurva hívnak fotó, minket. És ez magyaroknak, meg lengyeleknek, meg aha, szlovákoknak, meg cseheknek tetszik, de legalább könnyen megegyzik, tudod. Ja, én is eljöttem aztán. De feljöttök, most van egy szabad napom, holnap megyek, vagyis hát este megyek vissza én Augsburgba, mert ott vagyok. Aha. Bajoroknál. Ez milyen messze van innen? Hát, hogy 4 óra, 4 és fél. Megmondom, hogyha már itt vagyok, akkor kihasználom. Mert hát meg ilyen fasza idő ez. A reggel esett, de mondom, bármilyen milyen idő van, jövök, följövök. Meg én is akarok egy videót csinálni erről a Stelvio-ról egy kicsit. Aztán... Aztán lenyomok pár kanyart. És merre mész majd tovább? Átmész Bormio felé? A Bormio volt a cél, aztán Umbria, aztán lehet, hogy még van egy immersió kapcsolatot, hogy nem így lesz. Na? Nem véletlenül kemény hely. Ott hát ezek van. Meglepik őket nagyon, ez a, hát ez a szintkülönbség. Egyébként ilyen széles szint. Aztán én is úgy, pedig motorozom sokat, meg mit tudom, de egy, tudod, elnyújtott kilométerek ülsz kényelmesen a motoron, aztán egy kanyar, akkor az elgondolkodik az ember, a harmadik, a negyedik ilyen visszafordító, mire neki állsz mozogni. Persze, de hát ugye ez a fura, hogy ez itt már, aki idáig följött, ez egy 38-at már megcsinált. Ja, 38 ja, ilyen kanyarban megcsinált, és amikor valaki itt még ennyire teljesen bizonytalan, azt tényleg csak nagyon tudom sajnálni, hogy az mind megy keresztül, mire felér, csáó. Az... Csak nem elég, csak tudod bekanyarodni tudni, itt van azért csomó másik autós, meg biciklis, mit tudom. Persze, mindig abból van a baj, amikor van valami forgalmi szituáció. Levágják a kanyart, akkor meg kell állni. Nem, és mindig akkor van a cirkusz, amikor dugó van itt. Akkor megáll, és akkor ugye reflexzerűen a belső lábát akarja letenni, az itt nem működik. Vissza kell oda mozognom, mert nekem innen ez nem annyira. Én is megyek tovább. Csak mondom, megláttam a magyar rendszámot, mondom, ezt a kanyar le akartam fotózni. Jól tetted. Ja.
említhetlek a csatornában? Persze, egész nyugodtan, és megtisztelsz vele, köszönöm. Meg akkor látom én is legalább. Meg akkor látom én is legalább. Ja. Fönn vagyunk mindenhol, Facebookon, Instán, TikTokon, YouTube-on is. Megy a live egyébként most is. Mert magadat is visszabírod nézni, ezeket YouTube-ra feltöltjük utána. Egy-két nappal később, ahogy lement, általában 10 órától van TikTokon napi live. Igen? Uh-huh. De mondjuk én nem vagyok, én csak YouTube-on nyomom, se Facebook. Mi meg YouTube-on vagyunk a legkisebbek ott. Igen. Ott igazán mikrók nem vagyunk. Nem ti csináltátok a Henrikékkel a valamilyen boldog? De a bajnahérek között a... Ja. Igen, igen, szóval igen. Henrik, igen. Igen, igen. Henrikkel jobban vagyunk. Ja, ja, ja. Ja, jó, hát kollégáink. Dolgoztunk együtt, mert nem motorra, én autóztam. De motorokat live-inkrendek. Há? Erik jó fain gyerek, nagyon. Ja. Aztán jóban vagyunk, meg a Gergőt, nem tudom, őt ismered, a Varga Gergőt. Akivel a Henrik dolgozik? Szokott néha igen együtt dolgozni vele, ő volt kollégám, de barátom. Vele még nem találkoztam személyesen. Ő versenyzett, ő profi bajnok. Ez a kopas srác, nem? Nem, ő a Peti. A Peti a kopas srác, akkor lehet a Gergőt nem ismerem. Hát néha az... Jó kenyér! Nem kell a motorban. Nem kell a motorban. Ja nem, a Gergő, hát ő néha szokott beugrani, inkább régebben, most már nem nagyon. Meg, hát ő jó barátok, ő csak a Dunában. Ő a Go-Bike-nál volt egyébként, a Go-Bike-nál csinálták. Aha. Volt ezt pilótázott. Aha. Ja, na erre, kicsi a világ. Hát nagyon. Állé! Szávé! Na hát élvezd akkor a motorozást! Ja, örültem, nagyon. Hogy találkoztam! Én is, vigyázz magadra! Nyomok egy fotót innen a motorodról, mehet? Persze, bármiről! Képzeld el, ha én, mint fotós, megsértődnék azon, hogy engem lefotózik valaki! Nincsen áll a mikrofon, mert nem úgy készül, azt csak izét akartam, úgyhogy most nem lesz jó. Na szóval, hogy kanyarfotót akartok itt a Szerbion, akkor keresétek kanyarfotó.com, vagy pedig, mi volt? Kurvafotó.com, .com, ahogy ők mondják. És lehet itt a 10-es kanyarban ne hibázatok. Igen, vagy jár az 5 perc hírnév. Jár az 5 perc, így van. TikTok, Facebook, mindenhol fönn vannak a srácok. Na, jó szóval lesz. Neked meg jó munkát. Köszönöm szépen, neked meg jó mulatást. Egész nap? Nem olyan 2-3, még 1-2-3, attól függ, hogy milyen a forgalom. Igen? Aha. És Fázban is laksz egyébként, vagy? Hát csak ilyenkor nyáron, 3 hónapig, aha. Minden jót! Neked is. Végre egy Porsche. Na, gyerekek, olyan nagyon messzire most nem fogok visszatekerni, I can see that there are some guys from abroad, welcome to the live guys, hello Jack, hello Filippo, greetings from Finland, next summer there, we will be here next summer as well. My BPM increasing just watching these guys, which one, the bicycle riders or those who are unable to take these turns properly. Szevasz Zsolt. Golding alapára 11 millió 3. Mire ott még biztos, ott még egy-két dolgot, akkor még kérsz rá, akkor az fölkúszik gyorsan 14-re. Akkor még egy kicsit arra gyűjteni kell. Sokunknak szerintem. Vagy dobjuk össze, gyerekek, és vegyünk egy ilyen Goldwinget.
ilyen aranyos kicsi motor, ne, ez nagyon jó kis taluló moci. Szerintem egy leányzó ült ezen a motoron. Ez meg de szép. Élőben meglátjuk, milyen a sima 1003, ilyen sokkal jobb élőben, mint fotókon. Nem az a lényeg a hűtőbe se, hogy hogy néz ki, nem, hogy mi van belül. Ugye, állj, állj, állj! Hírod Gáborról. Anya néz vissza, apa kormányoz. Kisgyerekek ültek hátul, egy kis babakéz látszódott az ablakban. Csattogós lepke hangú Touareg. Hajrá magyarok, szevasztok! Jó meg volt pakolva az a GS is. Nekem is az a GS az nagyon bejövő. Innen üzenem a BMW-nek, hogy ha azt akarja, hogy jövőre mondjuk egy GS álljon itt, akkor ide vele, és akkor a motoromat otthon hagyom a garázsba, azt kihozom a GS-át, hogy itt szokja mindenki a látványát. Bár szerintem holnap annyit fogunk, vagy holnap, jövőre már annyit fogunk látni, hogy sose fogy el. Persze, tehát cumára mindenki egyszerre jön. Állé, állé, állé! Well done! Simpson kétszer megsülne, mentek itt már föl Simóval is. Állé, állé, állé! Buongiorno! Ott egy kis pihenés, nézzétek! Ez a pihenő kanyar. A busás az durva volt, azon itt is nyerítettünk, hát egy kicsit elmaradtam. Vitét vigyél Daninak, te srác! Állé, állé, állé! Ő állt meg nálam az előbb. Jó utat kívánunk innen is. Szevasz valami ember. Ne cseréljem a helyet, ez a legjobb kanyar. Vogue 900 DS. Ezt nem ismerem. Ugye beszéltünk arról, hogy nekem a 900 GS az bejövős, és akkor volt a 900-as Triumph, mint ötlet, meg most ez a Vogue. De egyébként nem aktuális az utcai motorcsere, mert nagyon bírom a mostani mocimat, úgyhogy nem cserélném el semmire. Ő volt itt beszélgetni, ez a piros GS osztrák rendszámelő beszélgetett velem. Állé, állé, állé! If Sanu says that you will be here next year, we will be here as well, we will be waiting for you. Volt-e ma már borulás? A te nevedet nem olvasom be, ha nem gond. Nem volt még, remélem nem is lesz. Szia, Mohamed, passzod el a Stelvio.
Can I come with my Benelli TRK 702 for the first time? Well, Benelli can conquer it, that's 100% sure. It's more than enough. And if you remember some basic rules, I'm sure you will not have a single issue with these hairpin curves as well. You can get a few tips on our TikTok channel, look around a little bit. Szevasz Marci. Bringán is van motorfék lefele. Shabby, you are absolutely welcome. Na nézzük a végét. Most se ért oda. Sose ér oda. Allé, allé, allé. Micsoda old timer bringa volt. Kerékpáros se volt 20 éves, de a bicikli ez tényleg réginek tűnt. Passo della Stelvio in Italy, guys, this is Prato side curve number 10. I'm taking photos of all the passing vehicles. Meanwhile, I have a phone on my camera, so you can watch it with me what is going on, and we can discuss all the happenings in the front of me. We can give good and bad advices to each other and help through the internet, so you might not gonna make the mistakes that sometimes we see here. It seems that it's working slowly, because last season we had a lot more motorcycle dropped in this exact curve in the front of me. Basically, I was lifting up every single day one motorcycle at least. I had days when I had to lift up 3-4 motorcycles in this exact curve. That was ridiculous, and it seems that they either focusing a whole lot more because I am here, and then they don't want this 5 minutes of fame. Or we are just simply more lucky this year with this. Me personally, because you guys, it seems, enjoying it pretty much when somebody's dropping the motorcycle. And if nothing is happening, nobody injured, then it's I must agree that it's quite funny. But the moment when they are dropping, it is not funny. It is, that sounded great. It is scary. It is scaring me all the time. I never know when they are dropping that there will be any kind of injuries. And, you know, I shouldn't explain how easily it could break bones if you drop a over 200 kilos motorcycle on your legs, for example. So certainly it is very risky, it is very scary, and for me it is a lot of work to lift up those motorcycles, and I can feel it in my back, no matter that I am trying to do it the right way. And this is a good solution for those who are absolutely don't have understanding of how to take a curve, then buy a three-wheeler and that's it, problem solved. It's still the Porsche. Was a GT3 RS.
great weather today, smooth traffic, but still we have things to see. I don't think that anybody would be bored by this life. Continuously somebody is coming. It's not the crazy traffic that you would see on a weekend, but it's a normal Thursday here on Passo dello Stelvio in this super awesome weather, curve number 10. Look at the peak up there while I'm walking back to my little chair to capture these guys. Ale, ale, ale. It's a nice old Saab. They were waving. Én ilyet még képes lapon se látok, mese szép, köszi, hogy ezt megosztod velünk. Dinamo nagyon, nagyon jó fej ez a komment. Köszönöm, hogy leírtad. Tényleg nagyon szép, és tényleg nincsen két egyforma live innen a Stelvio passzról. Ha más nem, akkor a felhők minden nap teljesen máshogy alakulnak itt előttem, ott a hegyek fölött, meg fölöttem. Most például ilyen fölöttem betakarja a napot. Ali, ali, ali. This is what is this about. These ali alis always to make them smile, make the bicycle riders smile, and then they look so nice on the photos. Buongiorno, team, buongiorno. Ali, ali, ali. Hát, hogy gyakorlatilag egész nap motorozik, most már ezt is látjuk. Aki rendszeresen nézi a live-ot, szerintem már ő is megismeri ezt a motort. Ali, ali, ali. Finally a GS. Itt volt ez a bőrmellény, amiről beszéltem, hogy imádják a bőrmellényt. Rajta is lesz mi. Rajta is van bőrmellény. Mert ezek mind motoros klubok, akik ilyen bőrmellényesek. Arra van rávarva a bőrmellény. Megemlítettem a Vogue-ot, és mondtam, hogy én ezt bevallom őszintén, nem ismerem. Na ez mi volt? Úgy. Hideg van, még ott szombaton készülök arra, de nincs nálam téli cucc. Hát most baromi jó idő van, ma nem is kell a téli cucc egyáltalán. Most én se vettem föl semmit, a kabát alá csak egy ilyen aláöltöző van rajtam, meg mondjuk egy kanyárfotós póló. Állé, állé, állé! De hát ez ugye nap mint nap változik, a franc se tudja, hogy egy hétvégén milyen idő lesz. Én egyébként hétvégén nem leszek itt, hétvégén nem is lesz live, de a kollégáim itt lesznek, úgyhogy nem marad senki fotó nélkül, nehogy bárki elkezdjen aggódni, a kanyárfotó, vagy hogy itt kint hívják kurva fotó, itt lesz a passzon három fotóssal is, sőt, Miki azt mondta, hogy át fog jönni arra az időszakra ebbe a kanyarba, a helyemre csütjön az Umbria passzról, és akkor ő is kipróbálhatja ezt a tízes kanyart. Állé, állé, állé!
De a jövő közepén már újra itt leszek. Akkor újra lesznek live-ok. Ali, Ali, Ali! Well done! Itt egy kicsit bele is lehet gurulni, nagyon furcsa a lejtéseit, meg az emelkedéseit. Ali, Ali, Ali! Itt látszik is talán, hogy hogyha ide kijössz, akkor innen oda így át lehet gurulni. A motort ugyanúgy a Leoncin csinálják, a BMW-nek csak csináltak egy saját márkát is a motorhoz. Akkor az német, a Vogue ezek szerint? Voltak már, aki külföldön odajött hozzád magyarul társalogni pár szót. Hú Balázs, akkor te még biztos nem néztél live-ot ezek szerint, mert ez rendszeresen megtörténik most már. Folyamatosan jönnek hozzám napi szinten, épp az előbb is volt itt egy srác, aki megállt, ezt magyarul dumálgattunk, magyar volt ő is, sőt, ma már a második ilyen rövid eszmecsere volt itt a kanyarban magyarul. Magyarországról mindig motorral mész ki, nem, most már trélerrel szoktam kihozni a motoromat, itt vagyok egész nyáron, úgyhogy motorral járkálok föl, amikor szép idő van, amikor csúnya, akkor meg autóval. Ali, Ali, Ali! Jeep. Balázs, nem sokat voltál még, na hát akkor Isten hozott. Akkor nézd csak egy kicsit, mert biztos fogsz látni furcsa dolgokat. Na itt jön le a add ide a mezedet. Nézd meg, és akkor ott a motorom tényleg hasonlít. Ezek ellopták a dizájnt, ugye most a motoromon ez rajta van hány éve? 3-4 éve? Lelopták a motornak a dizájnját a Lidl-ös bringa csapat. Jeep ritkán jön. Van itt azért, főleg ez a kis pici Jeep, ez a nem tudom, hogy hívják Jeep. Ilyenből sok van az olaszoknál, ezt nagyon szeretik ők. Hibridet is láttam már ilyenből. Meg mindenféle ilyesmit. És hogy leült a forgalom, pedig még csak dél van, ma korán kezd el mindenki ebédelni, úgy látom. Hány fok van ott? Most ilyen 21 néhány, amikor kisüt a nap, akkor melegebb, amikor elmegy, akkor meg hidegebb, akkor olyan 18 körül van. Állé, állé, állé! Szól a zene a pedálfordulathoz. Mindig bepörög a TikTokon, és mindig itt maradok egy 5 percedet. Csinálom általában, tovább dolgozom. Igen, ez nem valóban, ez ilyen szempontból egy nem szerencsés időpont ez a live, de hát ilyenkor van forgalom, itt hiába ülnék ki este 7-től live-ozni. Valószínű nem sok minden történne ebben a kanyarban, úgyhogy ez egy ilyen délelőtti, meg ebéd környéki live-ozgatás. Mindjárt jön egy trombitálás, megint addig majd félre hajítom a mikrofont. Állé, állé, állé! Hanyagú rám nézett. Addig ti majd jól fogjátok hallani a motorhangot. Thank you.
régi Goldwing. Ez a régi Goldwing az már biztos orcsóbb, mint 12 milla. Vissza, a rendes kerékvágás. Hát nem tudom, hogy meddig tartsam a live-ot, nem tudom, hogy meddig maradjak én is ma kint. Eléggé leült most a forgalom. Érdekes, hogy hullámzik a nézőszám. Welcome to this live, guys, from Passo dello Stelvio. Mindenkit üdvözlök, aki most jött be, most hirtelen felszaladt egy kicsit a nézőszám, az előbb pedig 60-an voltak csak itt. Maradjatok egy kicsit, biztos láttok majd érdekes dolgot. Innen Olaszországból, a Stelvio Pass Prátói oldalának a 10-es kanyarjából. Hát ha más nem, akkor ezt a csodás kilátást. Ciao. Meg néhány halkan elsuhanó bringást. Mutatok nektek egy kis havat, hogy felüdüljetek az otthoni kánikulába. Állé, állé, állé! Look at the view, guys. This is Prato side on Passo dello Stelvio. I'm standing right now on 2,545 meters. Allez, allez, allez! By some sporty guys climbing up. Allez, allez! Maybe it's more visible from here how steep that part is. Tisztékem a háttérben. Ott vannak a kis mormoták. Groundhogzár. Olyan jó pofák, olyanok, mint valami kiskutyák, nagyon aranyosak, és nagyon kell rájuk vigyázni egyébként, mert nagyon könnyen elütik őket. Tegnap reggel is, ahogy jöttem fölfele, volt egy elütve, a szívem megszakadt, de hát ez itt a dolgok vele járója, valamit a saskesejűnek is ennie kell. Visszaülök, és akkor megnézem, hogy milyen kommentekről maradtam le, jó sokról. Komoly tónál jártam-e? Már jártam, persze, de ott még nem fotóztam. Mi ez a brutális antenna a BMW-ben? Ugye? Hát a világvevő antenna. Egyébként pont tegnap volt alkalmunk kipróbálni, hogy milyen lehet az élet anélkül itt, milyen lenne a live. 16 percig bírtam a szenvedést, mert ma volt a data routernek a adat forduló napja, és 60 gigát bír EU-n belül, és elfogyott a 60 giga tegnap pont a TikTok live előtt, és megpróbáltam a telefonomról, ahogy tavaly is ment a live, elindítani a live-ot, hát kínszenvedés volt. Úgyhogy gyorsan vettem a tegnapi napra egy kis adatcsomagot. Elé, elé, elé! Biztos én vagyok béna egyébként, hogy nem bírok egy telekomos szponzorációt se beszerezni, hogy ne kelljen illegál ilyenekkel szenvednem. Mára meg már ugye fordult, úgyhogy újraindult a 60 giga. Az azért elég szokott lenni.
és hogyha csak úgy letettem a Tata Routert, az se volt elég, ezért a selfie botot antennának használom ilyenkor, és így aztán már marha jó. Így nem szoktatok panaszkodni, nem is szokott nagyon megugrani a live. Állé, állé, állé! Görgetek, görgetek, most biztos majd el fog ugrani. Ilyenkor mindig ezt csinálja Gáborom, mert tudja, hogy mi van. Olaszország, passo dello Stelvio. It's Italy, passo dello Stelvio. Give me some idea where are you watching the live from, so I would know how many guys are watching it from abroad who don't speak Hungarian language. Abroad is relative at this very moment. Írjátok meg bátran, hogy ti honnan nézitek a live-ot, és akkor legalább tudom, hogy mennyi vakert nyomja angolul, mennyit magyarul. Jó, írod, hogy most jó a vétel, egyébként tavaly nagyon sokszor akadozott, hát igen, ez aki a tavaly is nézte, Gáborom Zsolt, ők tudják ezt csak igazán értékelni, ezt a hatalmas ugrásszerű fejlődést, amit bekövetkezett. Allé, allé, allé! Gardánál vagytok, még mindig, de jó. Állé, állé, állé! És milyen a Gardató vize? Budapest, de jövő hét már Triest. Jó van, alakul a nyár mindenkinek, ez tök jó hallani. Gardatónál, mert én is nyaraltam egyszer. Úszkáltam a vizébe, nagyon jó volt. Az nagy szörfös paradicsom ott, ott mindig jó a szél. Hát meg nagyon jó ott körbe azok a kisvárosok a Gardató körül. Gondolom, hogy jól esik, ide néz itt a taxi. Halló, jó napot kívánok! Taxit szeretnék kérni a Stelvio Pass tetejére, olyat, amiben bringa belefér. Köszönöm szépen! Állé, állé, állé! Öme, most mosogni se akart. Nézzük csak, hogy havas. Budapest kőbánya, a pokol kapuja 40 fok. Az kemény ott, igen, az biztos kemény. 23-24 fokos a Gardató vize. Ez is milyen jó kis info, mi. Budakalász, majdnem földiek vagyunk. Szia, hát majdnem földiek vagyunk, Zoli bácsi, szerbusz. Állé, állé, állé! Ausztria lakás, de két hét múlva, két hét Olaszország. Jó idő van, állé, 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 majd holnap megnézem, holnap haza kocogok hétvégére. És hú, azt is ma ki kell most már tennem ezt a Yamahások banzájt, mert úgy el vagyok maradva, kergettem itt a saját magamat körbe karikába. Nagyon extra hosszú napjaim vannak itt a passzon, de ilyen, amikor zajlik a szezon. Állé, állé, állé! Oda néz, igény volt rá.
Szerintem ez a bringa többe került, mint a Verda. Ami a hátulján fityeget. Állé, állé, állé! Békáson, harmadik kerület, Viki 36.3 árnyékban. Állé, állé, állé! Akkor majd mindjárt mutatok még havat. De nagyjából ti azt ott látjátok, szembe állandóan ezt a havas hegyet. Na nézzünk egy expo számot, hogy milyen forgalom, 2667. UK, Midwells, onnan nézett Csaba, ott lehet nincs annyira meleg. A pizzériában a kemence fel mellett 47 fok, az szép. Magyarok visszafordulnak, vigyázz meg, föl ne boruljál itt nekem, mert aztán rajtad fog nevetni az internet. Ojojoj! Sziasztok! Vigyázni, vigyázni, mert fölborultok, azt mindenki rajtatok nevetne. Szia, Dani! Szabi! Ciao! Nem így veled is! Szia, Dani! Nem láttam már pár videót. Tudod, melyik lábodat kell lerakni? Hát meg ilyen... Nem kell lerakni, kell öntlet, a szeló. Az biztos, az annál jobb nincsen. Eddig nem jött senki egyébként, tehát simán tudtunk volna beszélni, de ahogy megálltatok rögtön, egyből 40 mondt. Honnan jöttetek? Mi? Erdőkertes, Pest. Erdőkertes, az szép. De hát nem egyből, ugye? Nyilván, most nyilván, túrázgattok. Most nem Bolzánó, hanem hozzátunk. Hát ott mellette. Egy kis településen ott szálltunk meg. Aha. Azóta itt kacskaringózunk, tegnap is, tegnap előtt is. Akkor szálltunk meg, tegnap meg voltunk a Dolomitok környékén mindenfelé. Aha. Most akkor a Stelvio, meg aztán még elmegyünk egy tóhoz valószínűleg. Ja, Bolzánó az azért jó, mert ez egy olyan helyen van, hogy ilyen nagyon, nagyon jó. Mindenfelé lehet menni. Aha, aha. És hál' Istennek nem benne Bolzánóban, hanem tényleg egy kisváros, hát falu sem. Hát onnét egy jó fél óra. Igen, de fönn a hegyen. Fönn a hegyen, mert Bolzánóban borzalmas meleg tud lenni. Az föl, nagyon. Az olyan katlan, és ott így megszorul a meleg levegő, meg nem tudom micsoda. A dobozomba elhoztam ezt a kabátot, mert mondom, hogy megyünk hegyekbe, akkor csak szükség lesz rá, mert ott van még egy ilyen hűtős, ilyen... Hát de most ez dobta a gép, de lehetett volna más is. Hát ott az igen. Egyszer-kétszer motoroztunk át mi is, amikor motorra jöttünk ki, és az mindig az a 40 fokos katlan. Igen, igen. Hát sajnos az. És hogy tetszik a környék? Először vagytok erre fele? Igen. Erre fele, igen. Elég jó, nem? Hát, nagy gyenge. Állé, állé, állé! Még voltunk fönn Transfogarason, voltunk fönn Mangárt, Rolkotnert, de hát egyik se közelíti meg egyébként ezt a különbséget szerintem, mert hogy mennyire motorosztató itt. Ezek sokkal jó. Hát én is nagyon élvezem ezt az egész környéket. Tényleg egyszer nem bírom megunni a napi motorozásokat én is. Állé, állé, állé! De bringával a kemény. Hát azok kemények azért. Magyarok, ők is, meg ő is. Tovább megyünk, azt mondtam meg itt.
párszor el fogjuk a keringózni. Jó van, örültem nektek. Nagyon szép a gél. Köszönöm. Megmutatom live-a, körbejárjuk egy kicsit, mert hú, tényleg nagyon szép. Hogyha befordítod a kormányt, akkor ráindít a tanktás. Ez egy tökéletes, nem? Igen, azonnal még nehéz. Úgy egy ilyen tologatós képet, mert... Ha viszont ezt a maradjuk a kuklózom, hogy nehéz kicsit. Jó mulatás! Like to have a card? Quest website. Perfect. Online domani, tomorrow. Perfect, thank you. I love these stickers. Nice, nice, nice. Allé, allé, allé! No! Ott tartottam. Annál kommenti, hogy a pizzériában 47 fok van, de biztos egyébként jó a pizza, most kicsit meg is éheztem pizzára, még amióta kim vagyok, azóta nem ettem egy jó pizzát, majd szerintem a itt lesz Ákos fiam, akkor majd lecsapkodunk Bormióba, bepizzázunk, jaj, de jó lesz, ott tudok egy nagyon jó helyet. Állé, állé, állé! Brávi! Csajok tekernek föl. Fok van, az Velsbe van, 16 fok, ha jól emlékszem, ugye Csaba? Még mindig itt ülsz. Ez egy ilyen ülőmeló. Muszáj néhány órát eltölteni, hogy profitábilis legyen a buli. A szimuláció működik, abszolút, kérte valaki, hogy van-e magyar beszélgető, hát van. Itt egy példa, hogy szoktak-e megállni, beszélgetni veled magyarok, Vikinek is tetszett ez. Csomaggal le a kalappal. Mennyire megterhelő itt motorozni, hát a bolyák között nincs problémád, akkor itt se lesz problémád, de meg kell szokni a környezetet, a magaslati levegőt, a tériszonyt. Mindenféle ilyen dolgokat le kell tudni küzdeni, hogyha nem jártál még ilyen magashegyi szerpentinen, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb kezdőpont. De mondjuk, ha ideig kimotorozol, akkor azért átjössz egy páron. Állé, állé, állé! Mire ide eljutsz? De az biztos, hogyha még nem járt ilyen helyen, akkor a maga a látvány is félelmetes lehet, hogy ha kifogsz egy kicsit rosszabb időt, akkor meg nagyon félelmetes tud lenni. Amikor megnyílt itt a prátói oldal 20-án, és akkor 21-én volt egy, nem is 20-án, rögtön utána leültem, és ilyen esős, borzalmas, szeles idő volt, és én azért nagyon hozzá vagyok ehhez szokva, de ez még nekem se tetszett, nem éreztem magam jól, olyan nagyon félelmetes volt az egész, és fogtam, és össze is csomagoltam, aztán visszamentem a házba.
950 ADV-s beférne a garázsba, ez nagyon kívánatos, szerintem ez az egyik legszebb KTM Adventure. Ennek a fejidomja meg minden olyan jól meg van csinálva. Ali, Ali! How is it going? Good. Good. I'm just waiting for my brother. Yeah, this is what everybody says. You are too fast then, no? Nekem egy ilyen is beférne a garázsba. Egy Z. Allez, allez, allez! Where are you from? Germany. Germany. Allez, allez, allez! First time on the bus. Yes. And I have the wrong cycle. You have the wrong one? Yeah, it's a cyclocross, not for street. Ah, well, it just makes it for you even a little bit more difficult, right? Yeah. And how do you like it so far? Yeah. But I think now it's enough. The last 200 meters. Yeah, that's gonna be a little bit difficult, but you will feel it that it's getting closer and closer to the top. I guess that will help. Yeah, I hope so. And then a big downhill. Which side you gonna ride down? The other side or? Other side. Yeah. Other side. This side I know now. Yeah. I bet it's really cool to pedal up on a bicycle because you have time to check everything, all the mountains. It's not like on a motorcycle when you have to keep focusing on the road all the time. Ali, Ali, Ali! Ali, Ali, Ali! Hány darab külső aksi van nálad, erőt dugni, egyébként egy külső aksim van. Állé, állé, állé! Az azért elég szokott tenni, egészen eddig bírja a telefon, még mindig van 37% benne. Állé, állé, állé! Bravo! Robi, most már nagy kedvet kaptam hozzá, ha megyek Svájcba, szerintem itt fogok átkelni, persze bringával. Itt meg is lehet állni. Nem merült a mikrofon? Nem merült le. Működik a mikrofon, nem? Állé, állé, állé! Mert elfordult, várja, így. Megigazítom. Ja, most nincs rajtam a pulcsi, amiben tök jól rá lehet akasztani megfelelő helyre, megfelelő távolságra, hanem most csak a maszkom, ami ilyenkor nyakamra van lehúzva, arra csiptettem rá. Mindjárt rádugom a powerbankot a telefonomra. A Matrix abba hagyja a motorosok ide renderelését, pont amikor valamit szeretnék csinálni.
Na, hát töltődik a cucc. Gábornál jó a kép és a hang is, mindegy, azért beparáztattatok, úgyhogy rádugtam a töltőt, aztán így már végképp nem lesz itt gond. The younger brother or older brother? You? Older brother. Then he has his excuse, right? He has a little bit more weight, so... Allez, allez, allez! Úgy, ők is integetnek. Ők nem integetnek. Porsche az mindig kötelező elem. Allez, allez, allez! Ők meg végig tudnak dumálni. Ez a legrosszabb pillanat, de ilyenkor mindig milyen, oda néz, ez kikérte, hogy ezt az Anariát renderelje ide a világ. Van minden, néznek most Porsche, több Porsche is, GS ott félreáll, bringás félreáll, több bringás is félreáll. Nagy nyugalom, hogy épp bezumoltam a hegyre, hogy mennyire szép nyugi van, hirtelen mekkora anarchia lett, ez egész elképesztő. Nézzük, összehettem a GSS magyarra, sejtem. Innen egy Mustang is, gyorsan. Úgy. Allé, allé, allé! That was some nice scenario, right? After this calm few seconds. See ya. Akkor jól sejtettem, hogy magyar vagy. Gazi Dániel, szia. Te írtad, hogy kieszed a hotelt a reggeliből. Jó van, akkor tényleg kiedted, akkor nem vicceltél. De azt mondják, hogy most így gyattolok, hogy nem hiszem el. Nem volt terve, hogy jössz? Még egy hetem? Nem, teljesen az. Az a legjobb, mindig az olyan nyaralások a legjobb. Figyelj, ez egy templom. Hát igen. Kerestek kollégákat. De egyébként keresünk folyamatosan fotósokat. Elfotózik el is. Az kell hozzá pedig. Gondolom. A hangod alapján egy ismerős Tóth Zoli mond valamit, Totti, motoros oktató BMW-nél. Nem. Kísértetiesen hasonlít a hangod. Nem. Főleg a hogy hívják, közvetítéseken keresztül. Durva. Majd nézd meg egy műsorát, ilyen motoros... Tóth Zoli, Totti. Totti. Aha. BMW motorrád vezetés technikai tréning.
Jó van, de szép ez a Triple Black. Ma épp azzal indítottam a live-ot, hogy amikor szembesüt a nap, hogy a fekete motorok, a fekete ruhás, fekete motorok, hogy úgy néznek ki, mintha csak egy árnyék lenne az egész. És valaki egy korábbi adásban mondta, de hogy azért a Triple Black azért az jól néz ki, nem? Mert persze, hogy jól néz ki, nézzétek meg, milyen jól néz ki. Mat feketére vettem volna, de a Barinő mondta, hogy valami napsugár legyen rajta, mert különben nagyon azért holló. Jaj, te kinn élsz, itt vagy, mit csinálsz, ez hogy? Igen, nyáron át itt vagyok, aha. Én 3 hónapon át munka, persze. Hát ez a kanyarfotó, ez egy most már nagyobbra nőtt vállalkozás, mert 10 éve csináljuk. Itt is, otthon is, amerre jelentkezik fotós, akkor arra. Úgyhogy most idén már valószínűleg Transfogarason is lesz, bár ott már ott van a kolléga, csak még nem ment kifotózni, úgyhogy ezt várjuk, hogy ott is elinduljon. Összes hágó a környéken? Hát az lenne jó, ha minden hágón ott ülne valaki, és hát figyelj, készülnének a fotók. Grossglockner-t, Vrissitz, Mangart. Vrissitzen szoktunk fotózni, ott Nyugat-Magyarországon élő Zoli kollégám, ő szokott kijárni a Vrissitzre, bár most általában a Kártekult szereti a helyet választani, az jóval közelebb van neki. Ugye ez Soprontól egy 1,5 órányira van, és az, amíg nem jártál ott, tehát ez egy sírva vigyorgos. Az is igen. Voltam. Ez nagyon jó. Nem, persze, más jellegű, de azért ott úgy... Fotózás szempontjából is kihívások, mert hirtelen megy, nem? Igen, az egy kicsit gyorsabbak is, meg ott nagyon megy a vonatozás, ott mindenki vonatba közlekedik valamiért, mondjuk azt itt is nagyon szeretik. Hát figyelj, itt is, ami van néhány helyen, mint hétfő reggel a Nagykörút a Blahán. Jöttek az oldtimerek vezetőkkel, alig jött a De hát most ez nagyon durva volt, amiben pont megérkeztél ide a kanyarba, mert előtte meg semmi nem volt, várjál, ne fotózom. Milyen jó szaguk volt. De nézzek most is, hogy mi történik. Csajok is az előbb egy nagyon helyes kis csajt követte, egy 5 kanyaron keresztül, ha jó volt nézni. A comb rógott ki, hát ügyes volt. Fiúkból, lányokból, mindenből van. Ügyetlen, ügyes. Elmegy az összes bringás. Állé! Melyik jött előbb, a motor vagy a fotó? Hát fotózni már kiskorom óta fotózom, de ugyanolyan régóta álmodozom motorról is. Tehát szerintem kb. Egyszerre kezdtem el fotózni, meg kisrometről álmodni. Esténként meg kis romettet rajzolni, hogy hát a kapok karácsonyra, vagy valamit, de sose kaptam. Ezzel én is úgy voltam. Fogadnak lehetem megjelenősen. Lehet, hogy azért élek, mert ajánlottam. Igen, egyébként igen, be kell nőni az embernek a feje lágyának ahhoz, hogy felüljön motor. Pár év kocsi, hogy a forgalomot tapasztalom. Igen, egyébként, igen. Forgalomban abszolút. Én a gyerekeimet őket elvittem motocrosszozni, amikor egész kicsik voltak, és akkor az úgy segített, bár most nincsen motorjogsia még egyiknek se, de az se véletlen, mert arról beszéltünk pont, hogy először legyen autós jogsia, aztán majd megtanuljátok, hogy mennyire vakok az emberek a közlekedés során, és akkor utána életben lehet maradni motoron is. Át tudok menni Svájcba? Persze. Umbrélhágó működik? Aha, persze. Én azon járok föl nap minden. Svájcba alaksz? Uh-huh. Hol, melyik rész? Csérv. Te lejössz Santa Mariába, akkor nekem ott egy balos kell dobni, és pár faluval följebb az már az Offenpass, ami ott kanyarog. Megnézem, de ahhoz hol születnek a világ megdöntéséből. Várjál, nézzek neked matricát.
Fú, hát ott iszonyú mi megy ott Svájcba egyébként. Az Offenpass vezet Szent Moritzba, és te, hogy ott mi van, az ott nagyon magas élet. Ami a hova tegyem le ezt, hogy... Amikor megálltunk a kempingbe, és a svájciak is kempingeznek, de aznak kihozták a perzsa szőnyeget, meg egy csillát felakasztottak a izére. Hát ott, ott Szent Moritzban az egy, nem dobtad el a motorodat, úgyhogy te olyat nem kapsz, az egy főre jutó Ferrarik meg Lamborghinik száma az nagyon magas. Nézd csak, ezek még mint a matricák, tehát ez még nem a végleges anyag, de így premier előtt most már lehet őket kapni a weboldalon is, most már postázási költséget is helyreállítottuk, úgyhogy... És kim vagy egész nyáron akkor? Aha. Halál jó. Halál jó, komolyan mondom, nekem is egy ilyen meló kell. Hát nekem ezek a reggeli fél óra fölmotorozás. Nem biztos, tudok annyira motorozni, de megtanulok és akkor jutok. Ilyen hágó úton, hágó utas oktató. Olyan nincsen szerintem egyébként. Aki így hágó úton hát oktat. Legyünk őszinték, hogyha egy új visszatérfordítót megcsinálsz szabályszerűen, akkor... Erről nekem is iszonyú jó, iszonyú sarkos véleményem van, csak nem szereti az internet a sarkos véleménye. Igen. Ez egy bolyázás, ez full bolyázás. Tehát, hogyha a bolyázás megy... Motorkezelés. Tehát az emberek azt gondolják, hogy alacsony sebes, az, majd 200-nál majd ott kell gépőzkedni a faszt. Igen, persze, persze. Sőt, és mennyivel veszélytelenebb tudod ezt gyakorolni, a lassú tempós bolyázás meg kanyarod. De hát itt, aki nem tudja ezt megcsinálni, hogy beakasztja a kormányt, és lábletétel nélkül megfordul egy helyben, az pont ilyeneket fog csinálni, mint a Muki, hogy hajtja magát lábbal. I photograph you on the way up? This fine, I can't find... Yeah, I can give you a card as well. It's going to be online tomorrow. Yes. We are on all kind of social media. Just follow us there. There will be plenty of information about how you find your photos. It's very simple. It takes 5 minutes for yourself. We have different folders for bicycle riders. So each location have a bicycle rider folder as well. Okay. Thanks. Where are you from? I'm from Germany, from Saxony. Uh-huh. From the Aurora Mountains. Aurora Mountains. Approximately, yeah. I never been there though, but. Our mountains not so high. Yeah. We have mountains, but not so high. Well, what can I say? I'm from Hungary. Our tallest one is 1,000 meter high, so it's okay. It's really something. This is something else. And you climbed with this mountain bike. That's tough. Yes, I will try it today. My girlfriend is hiking today. Uh-huh. With a guide. Uh-huh. And yeah, I take a break. I don't like too much hiking. I'm yeah, you prefer biking. Yeah. I can totally understand it. We spent our holidays in Sweden. Uh-huh. And so we I came to here to Gomagoy. Uh-huh. Gomagoy. Uh-huh. Gomagoy. My girlfriend starts with a guide to hiking, uh-huh. and I start with a bike 10:30. Nice, and you already made it up and back. 2 hours I need to climb. That's really fast. Oh. 2 hours climb, it's quite fast. I just read because I'm doing TikTok live, and throughout the comments I got this information that the Giro d'Italia, the best time from Prato up to the peak, it's 1 hour and 15 or 10 minutes, something like that. Okay. So anything which is, I mean, 2 hours, it's... If I had a race bike, a road race bike, it's maybe I'd be a little bit faster. Uh-huh. It's when I ride here, it's yeah, it takes away the energy a little bit. Uh-huh. Not too comfortable yeah. for climbing. But now I have
competition close. I have arrived a peak, and now I move down. And yeah. Just relaxing downhill. Well, congratulations. It's a big thing to climb up here. Yes. Okay. Enjoy it. Bye-bye. For you too. Ciao. Mit volt? Mennyi idő alatt jött fel? Két óra? Két óra Gomagolyból. Magyar 50-es férfi fekszik otthon a infarktus az intenzíven, a német 50-es meg szikártesttel föltongázik. Hát is itt olyan korosztályokat is láttunk, ahogy... Hát tényleg elképesztő. Gyere ide egy kicsit, mert ez nekem a jó spot. Hogy adjátok el a fotókat? Tessék? Ki veszi a fotókat? Hát itt ezek, akik itt mászkálnak, turisták. Aha, felkerül a kanyarfoto.com-ra, itt kurvafoto.com. És tudják egyébként a névet? Hát itt most már tudják, mert ugye itt most már ez 8 éve megy itt is. Itt gyakorlatilag, ha beírod a Google-be, akkor már dobja a nevünket nekik. Úgyhogy már igazából szerintem Molino nélkül is el lehetne kocogni, de azért nyilván így jobb. Van itt egy másik cég, mi 4 kanyarban ülünk, kanyarfotósok. Hát meg így hétvégén meg még a földből is kinőnek fotósok mindenfele most már. Otthon is, meg itt is. Az oda is, amikor megállnak az angolok és mondják, hogy nézték reggel, hogy följöjjenek ki a közvetítésedet. Igen, hát arra nagyon jó egyébként, arra nagyon jó. Megnézze a felhőképet, meg minden. Most elvesztettelek titeket itt a live-ban, a kommenteket, meg minden, de remélem nem bánjátok. Ez zajlik az élet. Megkérdezték nemrég egyébként, hogy magyarok szoktak itt megállni? Azóta folyamatosan. Ali! Well done! Ma már, ha jól számolom, te vagy a harmadik magyar, aki megáll. A harmadik, igen. És tök jó, ezt nagyon bírom, hogy egyre többen szóltok is, hogy jöttök majd, hogy megálltok. És akkor már mindig számítok is rá, meg várok is rá. Hát ez nekem sajnos ez szakmai ártalom. Hogyha úgy privát életemben én sem vagyok egyébként nagyon rágyógyulva, de ezt a szakmát ezt meg nem lehetne nélkül csinálni, hogyha nem pörögnék itt. A micsodát? Drónt? Szerintem lehet. Itt még senkinek nem volt ebből problémája. Nem is itt van, mert fel akarom venni a kanyart, hogy mutassak különböző kanyarodási technikákat, meg íveket. Nem történt ott se. A kommentek között köszi Robi, hogy megírtad. Ez Olaszország, Passo dello Stelvio, a 10-es kanyar, prátói oldal, 2545 méter magas, 20 fok. Mindent elmondtam egy mondatban, az összes információt. Van olyan, aki biciklivel nem tudja bevenni a kanyart, olyan még nem volt. Milyen volt a pacák, mondta a német ember, hogy Gomagolyból 2 óra alatt tekert föl a csúcsra. Ez egy komolyabb történet. De szerintem most már le is állítom a live-ot, mert most már lassan 3 órája megy.
Úgyhogy pont itt az ideje, hogy érzékeny búcsút vegyünk egymástól. Hát szerintem az átlag 10 000 egy adást összesen megnézik annyian. És akkor még egyszer, hölgyeim és uraim, most nem lesz pár napig live, úgyhogy holnap reggel ne csodálkozzatok, nem a rossz idő miatt nem jövök föl, hanem azért, mert éppen úton leszek majd hazafele Magyarországra. Szombaton megyek ki a Kakucsringre, ott lenyomok egy fotózást, otthon összegyűjtöm a fiamat, a matricákat. Meg minden egyéb ilyen dolgot elintézek, van egy-két intéznivalóm is, és aztán jövök vissza a hét elején, és akkor indulnak újra majd a napi live-ok, és onnantól már nincs is megállás augusztus legvégéig. Na, ezért kell követési távolságot tartani a passzon, hogy ne ijedjenek meg itt egymás után az emberek. Kedden vagy szerdán pontosan Gáborom, valószínűleg inkább ez szerda lesz, de ha nem, azt úgy is fogjátok látni. Addig sem maradtok majd tartalom nélkül, otthonról is fogok dolgozni, meg tölteni föl videókat, hogy legyen szórakozás. Thank you very much guys for your attention. That was the live for today. I will be out of the office for a couple of days through the weekend. I will be back mid next week. So till that, you won't see live, but you can meet our photographers on the pass. 3 of them gonna work here in this exact curve as well. I will have a replacement for this longer weekend. So see you soon. Jó pihenés nektek. Majd otthon szívok én is egy kis forró, meleg levegőt ezután a sok hűvös nap után. Addig is vigyázzatok magatokra. Köszönöm szépen. Sziasztok!